ez az a hely, ahol hát Rogán Antal, Habony Árpád és egy Kertész Balázs nevű háttérben meghúzódó ügyvédjük, akik hát így együtt nem tudjuk már hány milliárd forintot üzleteltek össze, de itt kötöttek meg ezek az üzletek. Az együttnek a célja az, hogy minden egyes pillanatban, amikor le tudjuk leplezni Orbán Viktor bármely strómanját, akkor ott leszünk. Hallottuk, hogy a miniszterelnök kiadta az övéinek, hogy ő 2017-ben csendet szeretne. A jelek azt mutatják, hogy tényleg csendet szeretne, sajnos látjuk, hogy mi történik a sajtóval. Az emberi jogom! Azért jöttünk össze, mert egy jó ideje Magyarországon a bűnüldözés halott, az igazságszolgáltatás halott, ergo a jogállam is halott. Ez a mai külügyminisztérium úgy tűnik, mert úgy tűnik, hogy már túl a belvárosi ügyeken, a belvárosi ingatlanok kijátszásán, már Grúziától nem tudjuk meddig a világban, itt szervezik a korrupciót. Nincs kettős mérce, nincs a mi kutyán kölyke effektus, nincs az, hogy a mi lopásunk az valójában egy rendszer építése, nem. Nem szabad felmentenünk azokat se, akikkel lehet, hogy sok dologban egyetértünk, vagy kvázi egy táborhoz tartozunk, egy az ászlónk, de közöttük sem kell elfogadnunk azt, hogyha valakiről kiderül, hogy nem volt tisztességes. Ezért tartom jónak, hogyha egy új típusú együttműködés kezdődik, aminek az lenne a célja, hogy egy új választási rendszert alakítson ki. Van, aki a pártok közötti összefogást szeretné építeni, és biztos olyan is van, aki szeretne bekerülni a médiába. Ez mondjuk nekem is jól jönne most, de én nem ezért jöttem igaziból, hanem azért jöttem, hogy bejelentést tegyek egy súlyos alkotmánysértésről. Hogy Magyarországon az államnak garantálnia kell a sajtó szabadságát és sokszínűségét. Ezért jöttünk ma el, hogy felolvasunk egy emléktáblát ennek örömére, de én először hadd kérjek meg mindenkit, hogy egy fütszóval még én szeretném hallani, mert nem jól hallatszik ide a fütty, és szeretném, hogyha... Azért örülök, hogy itt vagyunk, mert ismét egy példát mutat egy ellenzéki párt arra, hogy lehet ügyekben együttműködni. Elhelyezzük az emléktáblájukat azért, hogy emlékezzünk rá örökre. Nem fogjuk elfelejteni ugyanis, hogy ebben a házban feketészte Rogán Antal és bandája a magyarok pénzét Orbán Viktor miniszterelnöksége idején. Olyan ellenzéket kell fölépítenünk, ahol egy bizalmi teszten mindenkinek át kell mennie. És csak olyanokkal kötünk szövetséget, olyan politikusokkal, olyan emberekkel, akik megütik azt az erkölcsi mércét, ami kell ahhoz, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Örökké emlékezni fogunk, elhelyeztük a táblát, át, ha meg, ezt hadd a váltaték, egy pillanatra mi itt tartsítszunk, köszönjük. Így, ez olyan jól esik, így, jó, fönn van. Egyszer ennek vége lesz. És ennyi ideig fog mostantól tartani a kormányzásunk, és reméljük, ameddig ez a tábla kibírta, és nem fog kellene már emlékezni se kell rá, hanem el fogjuk számoltatni őket, amikor eljött a kormányváltás ideje.